Üdvözlünk titeket a Tikitaka TV-n, ahol a mai videóban az Unibet támogatásával beszámolunk nektek a topligák legfontosabb hétvégi eseményeiről. Ismét pontokat veszített a Paris Saint-Germain, amely 1-1-es döntetlent játszott az élbolyhoz tartozó RC Lens otthonában, a francia bajnokság 17. fordulójában. A találkozón a remekül játszó hazaiak kerültek előnybe Seko Fofana 62. percben eleresztett 30 méteres lövésével, ami Keylor Navas kapust olyannyira váratlanul ért, hogy a kolumbiai nemes egyszerűséggel bevédte a labdát. Néhány perccel később pedig akár el is dőlhetett volna a 3 pont sorsa, azonban David Costa próbálkozása után a jobboldali kapufa megmentette az újabb bekapott góltól a párizsiakat, akiknél aztán a 70. percben a meccset a kispadon kezdő Kylian Mbappé és Jorginho Wijnaldum is pályára lépett csereként, az ő beállásukkal pedig felélénkült a fővárosiak támadójátéka. Olyannyira, hogy a 91. percben éppen az ő összjátékuk után született meg a PSG egyenlítő találata. Mbappé baloldali beadása után Wijnaldum fejelt közelről a kapuba, megmentve ezzel a párizsiakat a vereségtől, akik egyébként ebben a szezonban eddig már 16 pontot szereztek vesztes állásból, többet, mint bármelyik másik csapat az 5 európai topligában. Erre azonban aligha lehetnek büszkék a mini világválogatottat felvonultató párizsiak, akik azonban így is fölényesen 11 pontos előnnyel vezetik a tabellát a második helyezett Rennes előtt, amely a fordulóban a Saint-Étienne-t verte idegenben 5-0-ra, míg a dobogó legalsó fokát a Marseille, a negyedik helyet pedig a Nice foglalja el. A góllövő listát pedig az ebben a fordulóban ismét betaláló, így már 11 gólost Lille csatár Jonathan David vezeti, megelőzve 3 egyaránt 9-9 találatos játékost, Gaëtan Laborde-ot, Wissam Ben Yeddert és Ludovic Azorkot. Sorozatban a 3. bajnoki vereségét szenvedte el az RB Leipzig, amely ezúttal az Union Berlin otthonában kapott ki 2-1-re a Bundesliga 14. fordulójának pénteki nyitó meccsén. A Gulácsival és Szoboszlaival felálló vendégek már a 6. percben hátrányba kerültek. Ekkor a hazai gólfelelőse Taiwo Avonii juttatta előnyhöz a fővárosiakat, azonban ezt Christopher Nkunku távoli lövésével és egy óriási kapushibának köszönhetően még ki tudták egyenlíteni a lipcseiek. A Szoboszlai átadása után betaláló francia játékosnak ez volt egyébként a 6. bajnoki találata ebben a szezonban, amivel már 14 játéknap után beállította az egy egész szezonra vonatkozó személyes gólcsúcsát. Ez sem volt elég azonban a vendégek pontszerzéséhez. Az 57. percben egy szöglet kombináció után ugyanis Timo Baumgartl ismét vezetéshez juttatta a hazaiakat, akik ezt az előnyt a meccs végéig már nem engedték ki a kezükből. Vagyis a szezonnak nagy reményekkel nekivágó Leipzignek továbbra sincs idegenbeli győzelme a Bundesliga idei szezonjában. A csapat gyenge szereplése pedig a nyáron kinevezett Jesse Marsch állásába került, akit szombaton azonnali hatállyal menesztett a klub vezetősége. A forduló csúcsrangadóján a listavezető Bayern München 3-2-es győzelmet aratott a második helyezett Borussia Dortmund otthonában. Bár a Jude Bellingham indítását gólra váltó Julian Brandt révén a hazaiak már az 5. percben megszerezték a vezetést, a Mats Hummels hibáját kihasználó Robert Lewandowski-nak köszönhetően a bajorok alig 4 perc múlva egyenlíteni tudtak, sőt, egy újabb védelmi hiba után a 44. minutumban Kingsley Coman góljával a fordítás is összejött a szünet előtt a vendégeknek. Sokáig azonban nem tartott ki az előnyük, a második játékrész 3. percében ugyanis az 51. Bundesliga meccsén az 51. gólját szerző Erling Haaland szép tekerésével a BVB egyenlíteni tudott. Érdekesség, hogy a norvég gólját is az a Jude Bellingham készítette elő, aki ezzel 18 évesen és 158 naposan a legfiatalabb játékosnak számít az 5 topligát figyelembe véve, aki ebben a szezonban 2 gólpasszt is ki tud osztani egy bajnoki meccsen belül. Hummels újabb hibája azonban már túl sok volt a BVB számára, mert hogy a labdához a saját 16-osán belül kézzel hozzáérő középhátvéd a 77. percben összehozott a bajoroknak egy 11-est, amit Robert Lewandowski gólra is váltott, eldöntve ezzel a 3 pont sorsát. A lengyel egyébként 8. alkalommal szerzett legalább 2 gólt egy bajnoki meccsen belül a Dortmund ellen, ami az egy ellenfél ellen lőtt duplákat tekintve rekordnak számít a Bundesligában, emellett pedig már 118 idegenbeli gólnál jár a német élvonalban, amivel megelőzte a vonatkozó ranglista élén a korábbi csúcstartót, Klaus Fischert. A 34 egységgel rendelkező Bayern ezzel a győzelemmel 4 pontosra növelte előnyét a tabella élén a Dortmunddal szemben, amelyet a 27 pontos Bayer Leverkusen, illetve a 25 pontos Freiburg követ a sorban. Érdekesség, hogy utóbbi két csapat egyaránt nagy gólarányú sikert aratott a fordulóban. Előbbi a Fürthöt verte 7-1-re, utóbbi pedig a Mönchengladbachot 6-0-ra.
Ami a góllövő listát illeti, azt továbbra is az immár 16 találatos Bayern csatár Robert Lewandowski vezeti, 4 góllal megelőzve azt a Patrick Schicket, aki a fordulóban a klub történetében első játékosként mester 4-es szerzett a Bayer Leverkusen színeiben. Látogass el a büntető.com-ra és olvass exkluzív interjúkat a sportvilág magyar és külföldi szereplőivel. Emellett elemzésekkel, sportszakmai tartalmakkal, könnyed ismeretterjesztő cikkekkel és portrékkal is találkozhatsz. A linket keresd a leírásban. Az AC Milan könnyed 2-0-ás győzelmet aratott odahaza a sereghajtó Salernitana ellen az olasz bajnokság 16. fordulójában. Az egész meccsen hatalmas fölényben játszó hazaiak nagyon hamar lerendezték a 3 pont sorsát. Az 5. percben az akcióból április óta először betaláló Frank Kessié juttatta vezetéshez a piros feketéket, majd a 18. minutumban Alexis Salemakers duplázta meg az előnyüket egy szemet gyönyörködtető ballábas bombával. Nem mellesleg a belgával együtt a Milánnak már 14 különböző gólszerzője van a mostani bajnokságban, aminél jobb ilyen jellegű mutatóval a topligás csapatok közül csak a 16 góllövőt felvonultató Chelsea büszkélkedhet. Hasonlóan sima győzelmet aratott a címvédő Inter is, amely az AS Rómát verte idegenben 3-0-ra. A kékfeketék az első félidőben valósággal lefocizták José Mourinho tartalékos társaságát, és Hakan Çalhanoğlu szögletből szerzett góljával már az 5. percben vezetést szereztek. Ez a találat pedig azt jelentette, hogy a milánóiak sorozatban a 18. idegenbeli bajnokiukon is szereztek legalább egy gólt, amivel beállították az 1950 októberre és 1951 szeptemberre között felállított klubrekordjukat. A török aztán a 24. percben előkészítőként is jeleskedett, Edin Dzeko ugyanis az ő passzából növelte 2 gólosra a vendégek előnyét, majd a 39. percben a Bastoni baloldali beadása után fejjel betaláló Denzel Dumfries állította be a 0-3-as végeredményt. Magabiztos győzelmet aratott a Juventus is, amely Juan Cuadrado 9. perces szögletből szerzett góljával és a 82. minutumban betaláló Paulo Dybala szép góljával verte hazai pályán az immár 4 meccs óta gólképtelen Genoa csapatát. Hogy a Juventus mekkora fölényben játszott a meccsen, azt jól mutatja, hogy a vendéggárda kapuralövési kísérlet nélkül zárta a találkozót. A zebrák trénerének Massimiliano Allegrinek egyébként ez volt a 250. edzőként elért győzelme a szériában, aminél több, szám szerint 275 sikerrel csak Carlo Ancelotti rendelkezik Olaszországban az 1994-től érvényben lévő 3 pontos rendszerben. Miután az eddigi éllovas Napoli 3-2-es vereséget szenvedett hazai pályán az Atalantától, a Milán, megelőzve a délieket, élre állt a tabellán. A piros-feketék 16 forduló után 38 pontot gyűjtve állnak az élen, ami a 2003-2004-es szezon óta a legjobb idénykezdetüknek tekinthető, legalábbis a bajnokság ezen szakaszát tekintve. A második helyet pedig immár a 37 egységgel rendelkező Inter foglalja el, egy ponttal megelőzve a Napolit, amelynek sarkában szorosan ott van a zsinórban 5 bajnoki meccset megnyerő 34 pontos Atalanta. A góllövő listát pedig 2 egyaránt 13-13 gólt jegyző támadó, a Lációt erősítő, a fordulóban duplát elérő Ciro Immobile, illetve a Fiorentinában egyszer betaláló Dusan Vlahovic vezeti. Utóbbi játékos így már 30 gólnál jár a 2021-es évben, amivel ő lett a Serie A történetének 4. 22 éven aluli játékosa, aki egy naptári éven belül el tudja érni ezt az álomhatárt. A londoni együttesek derbijén a hazai pályán játszó West Ham 3-2-es győzelmet ért el a Chelsea ellen a Premier League 15. fordulójában. A találkozót a vendégek kezdték jobban, és fölényük a 28. percben érett gollá, amikor is az a Thiago Silva talált be fejjel egy szögletet követően, aki ezzel 37 évesen és 73 naposan Didier Drogbát megelőzve a Chelsea történetének legidősebb gólszerzőjévé avanzsált. Aztán a 40. percben Jorginho és Eduard Mendy kapus összehozott a hazaiak számára egy büntetőt, amit Manuel Lanzini magabiztosan értékesített, ám a szünetre így is vendégelőnnyel vonulhattak pihenőre a csapatok, mert hogy Mason Mount egy gyönyörű kapást lövéssel a 44. minutumban újfent vezetéshez juttatta a kékeket. A győzelem megszerzéséhez azonban ez sem volt elég a vendégek számára, Jarrod Bowen ugyanis az 56. percben egy szép lövéssel egalizálni tudott, majd Arthur Mazuaku a mérkőzés utolsó perceiben egy váratlan éles szögből leadott lövéssel a 3 pontot jelentő gólt is megszerezte a kalapácsosoknak. A Chelsea ezt megelőzően legutóbb 2018. decemberében egy Wolves elleni találkozót veszített el úgy a bajnokságban, hogy a félidőben még nyerésre állt, és Thomas Tuchel irányításával ez
után a harmadik olyan tétmeccsük a kékeknek, amikor egynél több gólt kapnak. A Liverpool Divock Origi 94. percben lőtt góljával 1-0-ra legyőzte idegenben a Wolverhampton csapatát. Az első félidőben még igencsak tompán játszó vörösök a fordulás után alaposan felpörgették a tempót, sorra dolgozták ki, illetve hagyták ki a nagyobbnál nagyobb lehetőségeket, ám amikor már úgy tűnt, hogy gól nélküli döntetlennel ér véget a meccs, akkor a ráadás perceiben érkezett a csereként beállt Origi, és a belga támadó Mo Salah átadása után egy szép egyéni villanással megnyerte a vendégeknek a találkozót. Érdekesség, hogy a Liverpoolnak ez volt a 13., 90. percben vagy azután szerzett győztes találata Jürgen Klopp irányítása alatt, ami 4-jel több, mint amennyit bármelyik másik csapat jegyez a Premier League-ben a német edző érkezése óta. Győzött a Manchester City is, amely Bernardo Silva vezérletével sima 3-1-es sikert aratott a Watford vendégeként. A City a Phil Foden beadása után fejjel eredményes Raheem Sterling révén már a 4. percben vezetés szerzett, majd ezt követően a mostani szezonban ihletett formában futballozó Bernardo Silva pillanatai következtek, aki a 31. és a 63. percben is eredményes volt. A nyáron még a távozását fontolgató portugálnak 14 meccsen pályára lépve ez már a 7. bajnok. Aki gólja volt az idényben, amivel már most beállította a személyes egy szezonra vonatkozó gólcsúcsát, amit még a 2018-19-es kiírásban állított fel, amikor is 36 meccs alatt sikerült elérnie ezt a gólmennyiséget. És bár a hazaiak Cucho révén a hajrában szépíteni tudtak, a City győzelme így sem forgott veszélyben. Győzött a városi rivális United is, amely Ralf Rangnick bemutatkozó meccsén 1-0-ás sikert ért el a Crystal Palace ellen. A kevés igazán nagy lehetőséget hozó mérkőzés egyetlen gólját az a Fred szerezte a 77. percben egy szép, jobblábas átlövésből, akinek ebben a szezonban ez már a második találata, ami éppen annyi, mint amennyit az első három idényében 76 fellépésén szerzett összesen a United mezében az angol bajnokságban. A vörös ördögök új edzője Ralf Rangnick pedig az első német tréner lett a Premier League történetében, aki győztes meccsel debütál. Ez ugyanis korábban a honfitársai közül Felix Magathnak, Jürgen Kloppnak, Jan Sievertnek, Daniel Farkénak és Thomas Tuchelnek sem sikerült. A United azonban így is tetemes 11 pontos hátrányban van a listavezető 35 pontos Manchester City-vel szemben, amely a Chelsea vereségét kihasználva az érre állt a tabellán, míg a második helyet immár a 34 egységgel rendelkező Liverpool foglalja el. Thomas Tuchelék pedig visszacsúsztak a harmadik pozícióba. A góllövő listát pedig továbbra is a Liverpool 13 találatos támadója Mo Salah vezeti, akit a Leicester 9 gólos csatára Jamie Vardy, illetve 8 találatos csapattársa Diogo Jota követ a sorban. Elszenvedte első vereségét Xavi Hernández irányítása alatt az FC Barcelona, amely hazai pályán kapott ki 1-0-ra az idén eddig remekül szereplő Real Betistől a spanyol bajnokság 16. fordulójában. Az eseménytelen első félidő után a Betis rögtön a második félidő elején előnybe került Juanmi találatával, ám ekkor még szerencséjük volt a katalánoknak, a játékvezető ugyanis Les címén érvénytelenítette a találatot. Azonban a 79. minutumban már érvényes találatot ünnepelhetett az andalúzok 28 éves gólvágója, aki egy villámgyors kontra végén vette be Marc-André Ter Stegen kapuját. Ez volt egyébként Juanmi 11. találata ebben a szezonban, amivel jelenleg ő számít a topligák legeredményesebb spanyol játékosának. És miután ez Abde 10 perccel a vége előtt 6 méterről az égbe lőtte a Barcelona legnagyobb egyenlítési lehetőségét, a Betis ezzel az egy góllal végül legyőzte katalán riválisát, amely az eddigi 15 bajnokián csupán 23 találatot szerzett, amely a 2003-2004-es idény óta a legrosszabb mutatója a csapatnak. Kikapott a címvédő Atletico Madrid is, amely hazai pályán szenvedett 2-1-es vereséget az újonc Majorkától. Pedig a találkozón Mateusz Kunyá 68. percben lőtt góljával a matracosok szereztek vezetést, ám a vendégek előbb Franco Russo fejesével a 80. minutumban egyenlíteni tudtak, majd a ráadás pillanataiban egy gyors kontra után a Real Madrid kölcsönjátékosa Takefusa Kubo a győzelmet érő találatot is megszerezte a Majorkának. A Real Madrid viszont ezúttal is nyert, a listavezető ráadásul egy rangadónak beillő meccsen hozta a 3 pontot a Real Sociedad otthonában aratott sima 2-0-ás sikerének köszönhetően. Pedig nem indult jól a találkozó a királyak számára, Karim Benzemát ugyanis a 17. percben sérülés miatt le kellett cserélni, ám mint később kiderült, épp a helyére beállt, az elmúlt időszakban rengeteg kritikát kapó Luka Jovic bizonyult a vendégek nyerőemberének. A szerb csatár ugyanis előbb a 47. percben kiosztott egy gólpasszt az idénybeli 10. találatot,
használatát jegyző Vinicius Juniornak, amivel egyébként a brazil lett az első 2000-ben vagy azután született játékos a La Ligában, aki egy szezonon belül 2 számjegyű góltermést produkál, majd 10 perccel később ő maga is betalált egy közeli fejessel. És bár a baszkok mindent megtettek a szépítés érdekében, a madridiak így is magabiztosan őrizték 2 gólos előnyüket, és a találkozó végül 2-0-ás vendégsikerrel zárult. A zsinórban a 6. bajnoki győzelmüket arató, 39 ponttal rendelkező blankók ezzel a sikerrel megerősítették első helyüket a tabella élén, előnyük pedig 8 pont a második Sevillával szemben. Igaz, az andalúzok egy meccsel kevesebbet játszottak. A 3. helyet pedig immár a 30 pontos Betis foglalja el, míg a címvédő 29 pontos Atletico visszacsúszott a 4. helyre. A góllövő lista első 2 helyén pedig 2 Real játékos található, a 12 találatos Karim Benzema és a 10 gólos Vinicius Junior. Nem mellesleg az idei szezonban a topligákat figyelembe véve jelenleg csak a Real tud 2 olyan játékost felvonultatni, akik egyaránt 2 számjegyű gólterméssel rendelkeznek. Ezzel pedig a videónk végéhez érkeztünk. Írjátok meg a véleményeteket a történésekkel kapcsolatban a videó alatt kommentben. Ha pedig tetszett az összeállítás, akkor nyomjatok rá egy lájkot, és további focival kapcsolatos tartalmakért iratkozzatok fel a csatornánkra.